Micsoda gyönyörű nő! Hagyd már abba, válja! Mondj valami újat! Mit? Mit? Nincs semmi új mondani való. Nincs. Minden a régi. Ugyanaz vagyok, aki mindig is voltam. Ne! Valószínűleg rosszabb vagyok! Lusta vagyok, nem fejezek be semmi. Egész nap csak piszmogok, én zsörtölődök, mint egy vén szar. Anyák! Ez a szószátyák! A jó öreg mamó. Reggel teszik a nők egyenjogúságáról fecsek. Egyik lába a sírban, a másik meg egy kötek feminista brosúrán, miközben az esze fordul a felett. Örökölj! És a herr professzor? Professzor, ugyanazt csinálja, amit mindig. Reggeltől estig a dolgozó szobájában ül, és ír, írka-firkál rendületlenül. Szerencsétlen papír, az önéletrajzát, mert azt kellene megírnia, az nekünk való téma lenne. Egy nyögdíjas professzor, egy volt nincs, egy penészes keszeg egyetemi végzettséggel. Kírozza a köszönyt, a midőnk, a reó, a váját megkutaztat az irigység, meg a féltékenység, és most ez a szerencsétlen flótás első felesége birtokán itt. Vidéken akar letelepedni. Na ön szántában, nehogy eszik. Csak mert egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy városon éljen. És miközben vég nélkül panaszkodik, hogy ön milyen boldogtalan. Pedig minden oka megvan rá, hogy boldog legyen. Gondold el, hogy mennyire boldog kellene, hogy legyen. Az apja egy szegény falusi templomszolgáló, vagy valami ilyesmi. Ő pedig ösztöndíjból élt az egyetemi élet alatt. Sorra megszerzett minden egyetemi fokozatot. Elérte a professzori rangot. Aztán kezdte elvárni az emberektől, hogy a méltóságos uramnak szólítsák. Elérte a professzori rangot, elvette egy szenátor lányát, és így tovább, és így tovább. És most jól figyelj, itt van egy ember, aki 25 éve folyamatosan a művészetről ír, értekezik, miközben fogalma sincs a művészetről. 25 éve szajkózza mások véleményét a realizmusról, a naturalizmusról és efféle süketségekről. És most, hogy nyugdíjba ment, kiderül róla, hogy közönséges csaló. Semmiféle hírneve nincs. 25 éve mindössze annyit sikerült elérni, hogy elfoglalta máshol, aki jobb képességűleg az állását. És most figyeljenek, ez úgy járkál közöttünk, mintha most szállt volna le az Olymposzon. Valamikor csodálkozott a professzort, ezt a köszönjes segít. Úgy dolgozta neki, mint egy állat. Szanya és én az utolsó csepp, meg kibrr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 
olajat, vajat, sajtot, vittük a piacra. Koplaltunk, spóroltunk, összegyűjtöttük a pénzt, amit aztán mindenkültünk neki! Annyira büszke voltam rá, és a tudományára érte, mindent érte csináltam. Minden írásáról azt hittem, hogy zseniális, és kiderül, hogy senki nem ismeri. Senki, hogy minden, amit ír, az nem egyéb, mint tudományos hal, süket tovább. És én hülye vagyok! Én hülye vagyok! Most már minden világos, hogy tudom, hogy ki mit csinálja a felelőre! Soha nem tudtuk volna megvásárolni ezt a birtokot, hogyha én le nem mondok az örökségemről. De megtettem, mert én szerettem a nővéremet. És legalább 10 évet úgy dolgoztam, mint egy állat, azért, hogy visszafizessük a tartozásunkat. Sajnálom, hogy szóba hoztuk ezt az esetet. És a birtok viszonyunk. Csak is az én személyes erőfeszítésemnek köszönhetően vannak rendben. És most, hogy megöregedtem, ti ki akarjátok tenni a szűrőmet? Is püstén! Egyáltalán, hogy miről legalább 25 éve
vezetem ezt a gazdaságot. Érted? Úgy dolgoztam, mint egy rabszolga. Minden pénzt elküldtünk nektek, mint egy megbízható, hűséges cseléd. És ez alatt az idő alatt egyetlen egyszer nem mondtad azt, hogy köszönöm. Igen, és mennyi pénzt adtam a munkámért? Mi? Mennyit? 500 rubel évente, és mire volt elég a nap, és te egyszer nem mondtad azt, hogy megemeled a fizetésemtől. Honnan tudtattam volna? Vágyolom! Hát tudod nagyon jól, hogy én nem vagyok üzletember. Nem értek az ilyenekhez. Hát legyen, ne hedded meg te magad. Mennyire lopni kellett volna te? Azt mondja, miért nem loptam? Igen, lopni kellett volna, akkor most nem lennék kisemmizve. Igen! Nem fogsz engem elfelejteni.